Ebben a mai videóban a székrekedés okairól és megoldásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A székrekedés legfőbb alapoka, hogy folyamatosan étkezünk, soha nem bőtölünk, tehát éveken, évtizedeken át soha nem hagyjuk az emésztőrendszerünket mondjuk egy napra megpihenni. A stressz hozzájárul a székrekedéshez, ugyanis a stressz alatt lelassul, vagy akár teljesen le is áll a paraszimpatikus idegrendszerünk, amely az emésztési folyamatot szabályozza. Tehát sokszor nem is az étkezésünkön kell változtatni, csak meg kell nyugodni egy picit. A székrekedés valójában a régóta fennálló elégtelen emésztés következménye, azaz valahol az emésztési szakaszban, vagy több helyen nem megfelelően, nem kellő hatékonysággal bomlanak le az ételek. Eredhet a gond a gyomorból, a hasnyálmirigyből, a vékonybélből, a májból, és a vastagbélből is. De akinek régóta fennálló székrekedése van, annál nagy valószínűséggel több ponton is gond van az emésztésével. Mielőtt ezeket megnéznénk, a legfontosabb, hogyha régóta fennálló székrekedésünk van, és mondjuk csak hetente egyszer-kétszer székelünk, a legesleg lényegesebb, fontosabb lépés, hogy keressünk egy természetes hashajtót, ez lehet bármi, ami segít. Ha napokig áll a széklet a vastagbélben, megnő az esélye, hogy a méreganyagok újra bekerülnek a vérkeringésbe, ami sokkal súlyosabb probléma annál, mint hogy mondjuk függővé válunk egy növényi hashajtótól. A székrekedés kialakulásában először is a közrejátszhat a kevés gyomorsav, vagy gyenge gyomorsav, mivel a gyomorsav egyik fő feladata, hogy a fehérjéket alapvető építő elemeire bontsa le, ezért ha ez nem történik meg a gyomorban, az étel emésztetlenül megy tovább a vékonybélbe, ahol a kezdeti szakaszban, időszakban puffadást, bélgázt okozhat, majd idővel átmehet székrekedésbe is a folyamat. Kevés, illetve gyenge gyomorsavhoz vezethet például a gyomorsav csökkentők és lekötőknek a fogyasztása. A gyomorsav mennyisége a korunk előre haladtával természetes módon is csökken, ezért az időskori székrekedés esetén ez a probléma nagy valószínűséggel közrejátszik. A gyomor esetén a megoldás a szüretlen almaecet, az almaecet kapszula és a betain hidroklorid alkalmazása, illetve a rendszeres böjtölés, ugyanis a böjtöléssel a gyomorsavunk erősödik, csökken a pH-ja, koncentráltabb, erősebb lesz. A következő emésztőrendszeri probléma, ami a székrekedés kialakulásában közrejátszhat, az a hasnyálmirigy alulműködése, gyenge állapota. A hasnyálmirigy termeli az enzimek többségét, melyek fő feladata, hogy a vékonybélben rövid idő alatt további elemeikre bontsák a fehérjéket, a zsírsavakat és a szénhidrátokat. Ha például éveken át döntően csak főtételt teszünk, nem fogyasztunk nyers zöldségeket, nyers gyümölcsöket, amelyekben ugye enzimek vannak, sok alkoholt iszunk esetleg, miközben a szénhidrátok jelentős mennyiséget tesznek ki az étkezésünkben, az előbb-utóbb a hasnyálmirigy meggyengüléséhez, súlyos esetben ugye a gyulladásához is vezethet. A zöldségekben és a gyümölcsökben nem csak az enzimek a fontosak a székrekedés szempontjából, hanem a rostok is, amelyek a vastagbélben lévő baktériumok számára a legjobb táplálékot jelentik. Hasnyálmirigy probléma esetén segíthetnek az emésztőenzimeknek a bevitele és a böjtölés. A következő a máj és az epehólyag. A máj előállítja, míg az epehólyag koncentrálja és tárolja az epesavat. Az epesav a zsírok, a zsírsavak lebontását készíti elő a hasnyálmirigy által termelt lipázenzim számára, illetve az epesav hidratálja és sikosítja belőlről a vékonybelet, ami azért fontos, hogy az étel könnyebben tudjon áthaladni rajta. Tehát ha nem termel a máj elegendő epesavat, mert mondjuk le van gyengülve a májunk, el van zsírosodva, vagy ha mondjuk kivették az epehólyagunkat, és nem koncentrálódik megfelelően az epesav, az hosszú távon székrekedéshez vezethet. A májban az epesav termelődésére hatással van a máj állapotán túl a gyomor savassága, tehát az első pontban felvázolt probléma, továbbá az elfogyasztott állati zsír mennyisége is, azaz ha nem eszünk zsíros ételeket, kevés lesz az epesavunk, így előbb-utóbb ugye az epénk is elsatnyul, kövek alakulhatnak ki, majd ugye el kell távolítani. Ha bármilyen okból nincs elegendő epesavunk, segítséget jelentenek az epesó tartalmú készítmények. A májunk számára a legfontosabbak a keresztes virágú zöldségek, mint a leveleskel, a káposzta, a rukkola, a sóska, retek,
Karfiola Kelbimbó és mások. Erősíthetjük a májunkat a bőtöléssel, a kolin segít a zsírokat oldani a májban, jól májnak a citrom és a citromlé, a gyógynövények közül pedig a máriatövis, az articsóka, a kurkumin, a fokhagyma és a gyömbér többek között. A vékony bél után az étel bekerül a vastagbélbe, ahol a velünk együtt élő több milliárd baktérium és gomba befejezik az emésztési folyamatot, azzal, hogy feldolgozzák azokat az ételekben lévő összetevőket, például rostokat, amelyeket a vékony bél nem tud megemészteni. Itt a székrekedéshez először is az járulhat hozzá, hogy a hasznos baktériumaink száma lecsökken, például antibiotikumos kezelések után, így egyszerűen nincsenek elegendően ahhoz, hogy a rostokat és az egyéb emésztetlen ételmaradványokat lebontsák, feldolgozzák. A megoldás ebben az esetben a probiotikus ételeknek a fogyasztása, ilyenek például az erjesztett zöldségek, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, illetve a kefir, amit megtámogathatunk probiotikum tartalmú készítményekkel is. A beleinkben lévő hasznos baktériumok számára a zöld színű zöldségekben lévő rostok jelentik az egyik legjobb táplálékot, tehát őket fogyasztva tudnak legjobban szaporodni és diverzifikálódni, tehát sokszínűvé válni. Ha nem tudunk sok növényi rostot megemészteni, fokozatosan növeljük a napi adagunkat. A zöldségek bevitelénél fontos, hogy mindjárt a zöldségfogyasztás után ígyunk elegendő vizet is. A másik probléma, ami jelen lehet még a vastagbéllel kapcsolatban, az a kálium és a magnézium hiány. A beleknek van egy automatikus összehúzódó, kiengedő mozgása, ezt perisztaltikus mozgásnak nevezzük, melynek segítségével ugye mozog az anyag a belekben. Több videóban is említettem már, hogy a kálium és a magnézium a két fő nyugtató, lazító ásványanyag, ezért ha hiány van belőlük, a belek ugye összehúzódnak, de nem tudnak kiengedni, ellazulni, ami értelemszerűen a bélmozgás lelassulásához, így székrekedéshez vezethet. A megoldás ebben az esetben is a több zöldség bevitele, mivel a káliumból és a magnéziumból is ugye bennük van sok, illetve italporokkal is célszerű pótolni őket. Itt ajánlom a figyelmetbe az elektronik italport, melynek napi adagjával 1000 mg káliumot tudunk bevinni. És végezetül a B1 vitamin hatásait kell még megemlíteni. Súlyos székrekedés esetén szinte biztos, hogy hiány van a B1-ből a szervezetünkben. A B1-re szükség van a gyomorban a gyomorsav előállításához, tehát az első pontban taglalt székrekedést okozó probléma kialakulásában jelentős mértékben közrejátszhat. Másfelől pedig a B1 az egyik legfontosabb vitamin az idegrendszerünk számára, ezen belül is az emésztést irányító vegetatív idegrendszer rendkívül érzékeny a hiányára. A beleink körül ugye több ideg van, mint a gerincünk körül. Tehát a B1 hiánya a székrekedésünkhez akár jelentősebb mértékben is hozzájárulhat. Jó B1 források a sörélesztő, a napraforgómag, a makadámdió és a spirulina alga többek között. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.